Kérlek, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket ezen az estén. Ökrös Marián vagyok, a professzorok a hazáért rendezvénysorozat háziasszonya. Az előbbiekben Erdő Zoltánt hallhatták, amint egy 120 éves családi örökségen keresztül megszólaltatta a magyar lélek hangját, a tárogatót. Igen, a magyar lélek hangját. Ilyenkor mindig az jut eszembe, mintha a tárogató, amikor megszólal, a nemzetért imádkozna. Talán nem is véletlen, hogy szeptember 8-án kezdjük ezt a rendezvénysorozatot. Boldog asszony, azaz kisasszony, boldog kisasszony napján. Miért fontos ez a dátum? Augusztus 15-e nagy boldog asszony napja az aratás végét jelzi, ezen nap pedig a vetés idejét. Úgy gondolom, hogy a ma este olyan magvas gondolatokat fog elültetni bennünk, amivel a nemzet jövőjében tudunk egy kicsit táplálkozni gondolatokkal. És hogy a professzorok a hazáért című rendezvény sorozat miért ezen a különös helyen, méltó helyen kerül megrendezésre, annak nem kisebb az oka, mint az, hogy az Udvari Kamara Színház befogadta ezt a rendezvényt. Szeretném kifejezni köszönetünket és hálákat Andrássy Attilának, és egyben felkérni, hogy nyissa meg a rendezvény sorozatot. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház, tömegekben az Udvari Kamara Színház jelenlegi otthonában, az Isten házában. Mi nagy megtiszteltetésnek tesszük, hogy az Önök rendezvénye itt zajlik nálunk, mindig számíthatnak ránk, és úgy érzem, hogy ugyanazon célok mentén működjünk, hiszen mi is a jelenleg eredményező múltunkat, és a magyar történelmet visszük színre, és ha ebben a házban szólok erről, akkor azért azt is meg kell említenem, hogy a történelmünket azt határon is fel tudjuk fogni, mint Isten irányúban történő megmutatkozását az időben. De hát, hogy időben vagyunk, ne engem hallgassam azt, hogy az előadókat, úgyhogy
csodálatos dalomokkal szeretném megköszönni Raffaellinek és Szakács Árpádnak a nemzetünkért való kiállásukat. Két igazi frontharcos, akiket nem kell bemutatnom önöknek. Akik az első vonalban küzdenek a magyar igazságért. Trianon kapcsán és más nemzeti ügyekben is. Félelmet nem ismerve állják az ellenfelek ellenségek golyózáporát. Kiállásuk, igaz magyarságuk és nemes harcuk követendő példa minden hazafi számára. Nem alkuszunk, nem hátrálunk, mert már nincs hova. Tisztelettel felkérem Raffaell Ernőt, tartsa meg előadását.